Csak én néhányszor már elmondtam a tévében, de nyilván nem az marad meg az emberben, hogy lesz a hőségnap, vagy nem, hanem az, hogy sütanap, vagy nem, lesz derű, vagy nem lesz derű. Hőségnapnak nevezik a meteorológiában azt a napot, amikor a legmagasabb hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 30 fokot. Tehát ez elég gyakori azért Magyarországon, tehát nem egy rendkívüli dolog a 30 fok, és forgónapnak nevezzük, amikor 35 fok, vagy annál magasabb a hőmérséklet egy adott napon. Nos hát itt Magyarországon az átlag olyan 18 körüli, ha éves átlagot nézzük, ezt a vonalat, ha nézitek. Persze voltak kiugróan meleg nyári időszakok, és voltak nagyon hűvös időszakok is. Ebben a mérséklet éghajlati öbbe, ami itt Magyarországon uralkodik, ebben minden volt már, meg az ellenkezője is. Tehát nem is értem, hogy miért hívják mérsékelt éghajlatnak, amikor a legszélsőségesebb időjárási helyzetek itt alakulnak ki. Mértek már Magyarországon hivatalosan mínusz 35 fokot, én ekkor is, ez nekem a jó, és már bizony mértek 41,7 pluszba, tehát ha kiszámoljátok, 76 fok a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérséklet között, tehát szélsőségesen alakul az időjárás, ugyanúgy ez a csapadék vonatkozásában is. Most hát az is nagyon, erről az ábrával azért leolvasható, hogy itt a 2000-es év utáni időszakban ismételten van egy ilyen kiugró hőségnapok száma növekedés. Itt megint az, hogy a hőmérséklet picikét melegszik, 1,2 fokkal melegedett egyébként. Globális szinten 0,75 Magyarországon, ebben a periódusban, az elmúlt 100 évben 1,2 fokkal melegebb a légkör az átlaghoz képest. Tehát itt egy picit gyorsabban melegedett, mint az egész Földet, ha nézzük. Napi minimum enyhébbek lettek az éjszakák. Ez is látszik. Most nem, megint megkérdezem, mert hát a tanulunk így közösen. Meleg éjszaka, az az éjszaka, amikor a minimum hőmérséklet, tehát a hőmérsékletnek a legalacsonyabb pontja 20 fok vagy a fölött marad. Tehát nem süllyed a hőmérséklet 20 fok alá. Most ez azért veszélyes az emberi szervezet számára, mert az ember sok mindent kibír. Ahogy kibírta már a 41,7 fokot és a mínusz 35 fokot is, hogy ha tartósan a hőségnapok száma egymás után megmarad heteken, napon, 10 napon túli időszakban, és ugyanakkor az éjszakák is 20 fok vagy a fölötti hőmérsékletek lesznek, akkor bizony még az egészséges szervezet sem tud ilyen melegben, forró időben nyugodtan pihenni éjszakánként. Különösen gondoljatok a lakótelepi részekre, ahol lemegy a nap nyáron, és akkor kezdi az aszfalt meg a beton rengeteg kinyomni a nagy meleget. Tehát igazán a 2003-ban volt Nyugat-Európában olyan hőség, tartós hőség, 3 héten keresztül 30 fok fölött volt a hőmérséklet, hogy tízezres nagyságrendben haltak meg a hőség miatt, különösen idősek, szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, vérnyomásosak, és hát mondom, a fiatal szervezetet is erősen próbára teszi ez a dolog.